Mr. Debbie, we are ready and we can start it now. Okay. Mr. Debbie, a warm welcome on our Zoom meeting. Thank you for accepting our invitation. I hope you will enjoy this meeting together because I am not good enough in English. My sponsor take this rule. So you regret everyone and thank you very much, Mr. Zoltan. Okay, so first, can you introduce yourself and tell some words about you? Hát megkérdem, akkor mutatkozzon be, és mondjon egy pár szót magáról. Sorry. Okay, so Miss Judith will be my translator, I believe, right? Miss Judith? Yeah, hát egyébként a fordítója. Okay, so let me start from the very beginning, my background. Tehát hogy kezdi az elejéről, a hátterét elmeséli. I'm an IT graduate, and then I did my MBA. And in my final year of MBA, I came across DXN. DXN was there for the campus recruitment in our college. So DXN is my first company, and I'm truly a DXN baby. Okay. So it's been pretty long time, almost 12 years. I'm working with DXN in so many countries, and it has been a really, really good, learning experience with DXN, and I'm here with you as a IMD. Okay, so now this is a very short introduction about myself. Okay. Hát az IT területen szerzett diplomát, sőt MBA végzettsége is van, vagy MBA. Ugye ez egy ilyen magasabb fokozat ebben. És ott találkozott ezzel a munkalehetőséget, tehát ez az első munkahelye a DXN. Tehát ott valahogy így kihirdették, és így került a DXN-hez, ezért is mondta, hogy ő egy ilyen DXN baby. És hogy itt tanult nagyon sok mindent, itt szerezte meg a tapasztalatát a DXN-ben, és mondta, hogy volt sok másik országban is. So can you tell us how many years have you been in DXN, and which countries have you worked before? Okay, I'm in DXN for last 12 years. Okay, it's been 12 years, and it all started from Dubai. Then from Dubai, I went to Ethiopia, then Kenya, then Nepal, then Ukraine, then India, then Philippines, and then to Europe. Okay, so this has been my journey. Hát ez egészen elképesztő. Úgyhogy elmeséltem, megkérdeztem, hogy milyen országokban dolgozott a DXN-nek, úgyhogy elkezdte Dubajban, aztán Etiópiában, folytatta Kenyában, Nepálban, Ukrajnában, Indiában, a Fülöp-szigeteken, és végül megérkezett Európába. Have you, és akkor most megkérdezem, hogy volt-e valaha hálózatépítő, és hogy... elképzelhetőnek tartja el, hogy valaha majd egyszer az lesz. És hogy végül miért választotta ezt a területet, tevékenységet a szakmájának, amiben most dolgozik. Ezeket kérdezem meg. So have you ever been a network marketer? And can you imagine that once you will be a business builder? Like I said, starting from my college, when I started my career, I started as a business development executive for DXN. So I never had an opportunity to really be a networker, but I have seen it from very near, okay, very closely, because in business development, when we go to a new country and we work with the leaders hand in hand, okay, right from the product registration, opening the office, and I know how it feels to sponsor first person. I know how it feels to have first star agent. I know how it feels to become first diamond. So this is how I can associate myself. I always try to put my leg in leader's shoe and try to see from their perspective. And when it comes to the question whether I want to be a networker, of course, after DXN, when I retire, okay, of course, I'm going to be a networker because, like I said, I'm a DXN baby. I cannot imagine my life without DXN. So either as a professional
working as a management personnel, or when I'm retired, I come as a networker. Okay. That's great. Tehát elmesélte, hogy ugye nagyon korán belecsöppent a DXN-es életbe, de ugye úgy, mint először alkalmazott. És ugye a cég a vállalat fejlesztési területein dolgozott először, de mivel ugye nagyon sok helyen megfordult, és nagyon sok vezetővel találkozott, ugye része volt az is, hogy akár piacnyitásokban, amikor irodát béreltek, és hogy annyira együtt élt, meg együtt dolgozott mindig a tagokkal, hogy ugye részese volt az ők egész munkájuknak. Tehát részes az is, hogy milyen érzés volt akár az első üzleti, első tagjuk, amikor megérkezett, amikor elérték a szinteket, a Star Agent-et, és utána a további szinteket, hogy ő ennek mind átérezte az ő sikerüket, és azt a sok-sok munkát is, amit ők ebbe beletettek. Tehát, hogy ő mindig is így dolgozott, hogy a vezetőkkel együtt. Tehát nagyon jól látta, hogy ez hogy működik számukra is. És ő igen, azt képzeli, hogy azt szeretné, hogy a DXN örökre az élete része legyen, úgyhogy ha egyszer már nem lesz alkalmazott a DXN-ben, akkor ő igenis úgy tudja elképzelni, hogy akkor majd mint DXN tag és üzletépítő úgy fog a részese lenni a DXN-nek. And, okay, and the next question. Most azt kérdezem meg, hogy akkor miért választotta végül ezt a területet, ahol most dolgozni. So why did you choose finally this area? And maybe as you are working as a marketing director right now, so what do you find in this, like your life purpose or something as you work like this? Okay, the very good reason why I'm working with DXN is very fast growing company. Okay, and it has a very philanthropist approach towards business, loving people, helping people, okay? So you grow, you know, helping the community, you grow helping the society, you eradicate malnutrition, you give, business opportunity. So this has been a really good, you know, even we get tired working full day, but when we see smiling people, when we see someone getting better with RGGL and spirulina, and when we see the person becoming hero from nowhere, from zero to hero, okay, something like that, and it gives you a sense of, you know, completeness, like you feel, okay, you are content, you are doing something really good. I just didn't want to be a machine, okay, so when I'm in DXN, I feel more human. That's nice. Tehát elmondta, hogy először is nagyon tetszett az a cégben, hogy egy nagyon gyorsan növekvő vállalat volt. Ugye abszolút látta benne a perspektívát és a lehetőséget. De ugye ennél az még többet jelentett számára, hogy ez az értékek, amiket itt talált, hogy ez mennyire a szeretet vezérli itt az egész céget, és az, hogy segítsen nagyon sok területen az embereknek. Ugye akár az egészség területén, akár hogy egy üzleti lehetőséget ad a kezükbe, ugye ahogy látjuk most az alultápláltság ellen is felvette a küzdelmet, és hogy ezáltal, hogy ilyen szép küldetése van a cégnek, így ő is teljességet érez ebben, hogy ő is a részese lehet, és hogy ennyi embert tud támogatni ebben. Azt mondja, hogy igen, sokszor nagyon nehéz, mert azért néha egész napokat végig dolgoznak, és sokszor elfáradnak, de ugye látják az eredményeket. És maga azokat az egyéni sikereket is, amikor valaki elkezdi a nulláról, és hogy milyen nehéz helyzetből indul, és aztán hogy meg tudja változtatni az életét. És hogy ez nagyon sokat ad az ő számukra is. Az, hogy, és hogy itt a DXN-nél ő nem egy gépnek érzi magát, hanem sokkal inkább egy embernek. És nagyon jó ennek a részesének lenni. Most azt fogom megkérdezni tőle, hogy ugye a bázisra az most Pozsony, és hogy marad-e ott, vagy más városban fog élni és dolgozni, amíg Európában van. És azért azt is megkérdezik, hogy hogy érzi magát most Európában, és miért vállalta el ezt a területet. So my next question is, you live in Bratislava with your wife now. Would you stay here for there for more years, or do you plan to move to another European country or city? And how do you feel yourself in Europe? And why did you decide to be the marketing director of this area? Okay, there are so many questions. Okay, how do I feel in Europe? First thing first, it's very hot here.
I didn't imagine Europe would be this hot. Yeah. So, but no, it is good. And I'm here for not really long time. Okay. I come in March. So almost 4 months. Okay. This is what I have been here. And I have come with some specific assignment given to me by CEO and CMO of the company. Okay. And we do this and we call it like a restructuring, or we call it re-engineering. Okay. So this is a specific assignment given to me to go identify, find the loopholes, fix it, and rise this DX in Europe in totality. Europe should come up really, really fast. So this is the main purpose for me to be in Europe. Okay, and I'm in Slovakia, of course, but it's not certain how long I'm in Slovakia. It all depends, because in the beginning, I wanted to be here at the central place to observe everything. And when the times demands, and if the situation require, I can relocate anywhere myself in Europe. Okay, because last 12 years, almost every 2 years, I'm going to a new country. So now within Europe, moving to one country to another country is not a big deal. So we can do that anytime when as based on the requirement. Okay. Tehát azt mondta, hogy először idejött a központba, Szlovákiába, és de ugye azért, hogy már a korábban is mindig úgy volt, hogy 2 évente országot váltott és költözött, tehát teljesen elképzelhetőnek tartja, hogy idővel majd más európai országba is átmegy, átköltözik oda, de ugye egyelőre erre még nincs pontos terve és időpontja, hogy ez mikor fog megtörténni. De először is azt mondta, hogy arra, hogy hogy érzi magát Európában, azt mondta, hogy nagyon meleg van. Nem gondolta, hogy itt is ennyire meleg lesz, de hát ugye a nyárok, azok, a nyarok tényleg ilyenek nálunk. Még ugye nincs olyan régóta itt, márciusban érkezett ide, ugye ez körülbelül még csak 4 hónap, de jól érzi magát egyébként az elmúlt időben. Ugye ezt azzal a céllal küldték ugye Európába, ugye maga Dr. Lim és más magas szintű vezető is, hogy ugye Európában ott az óriási lehetőség, de mégis még nem működik olyan szinten, mint ahogy ugye sok más terület, és azt szeretnék, hogy egy kicsit újra struktúrálja az egészet, megtalálja a hibákat, segítsünk nekünk újra tervezni és újraépíteni az egészet, és azt szeretnénk, hogy Európa is egy fantasztikusan jól működő területe legyen a DXN-nek, és hogy nagyon sok sikeres DXN-es legyen itt. A következő kérdés az, hogy lát-e különbséget az európai és más területen élő üzletépítő gondolkodás módjában, és megfigyelte különbségeket az európai vásárlói szokásokban is, akár ugye a más világon élő résztvevőkhöz képest. És ugye elképzelhető-e, hogy itt más módszerek működnek, és van-e ezzel kapcsolatban valamilyen ötlete és javaslata? So my question is that can you see any difference between other ARAs and the European business builders mentality? And can you see any difference in the European customer habits and the other ARAs? And would it be possible that here we need to make something in a different way? And if you have any plan or idea about this, then you can tell us. Of course, because the demography is different. Okay, so there's some difference in consumer behavior, because of the culture is different, so people preference is different, the approach is quite different. Okay, so what we know, there are some common thing and there are some changes which we need to bring. Okay, but being within the principle of the company, we can work out on our, you know, some approaches, some marketing approaches, we can do some tweaking to meet the requirements, okay? But the basic is, be it Europe, be it America, be it Australia, Africa, Asia, whatever. Everyone needs health and everyone needs business opportunity, money to make. So this is quite common, and DXN has the expertise in that to give you a best health and give you the best business opportunity. So we are here. And of course,
some adjustment, some tweaking in our marketing approach. We are quite open with that, but we want to be within the principle of the company. We don't want to change the essence of the company. Okay, so. Tehát igen, azért vannak különbségek akár ugye a kultúrában, ugye az emberek viselkedésében, a demográfiai dolgokban, de azért, hogyha jól megnézzünk az embereknek, azért a világon mindenhol szükségük van ugye az egészségre, a pénzre, és mindazokra a dolgokra, amit a DXM meg tud adni nekünk. Tehát az a legfontosabb, hogy ugye amit a cég tud adni, és hogy a fő irányelvei a cégnek, azok végül is mindenhol egyformák. De azért lehet ezt valamennyire úgy alakítani, ami az európai nyaknak megfelelő, tehát lesznek, tehát olyan marketing dolgokban is például egy kicsit másképp csinálni, de ez nagyon fontos, hogy igazodjon a cégnek az irányelveihez és az alapelveihez, mert ugye az mindenhol és mindenki számára egyforma. Na, és a következő kérdés az, hogy ugye a nemzetközi üzletépítéssel kapcsolatban, ugye most sokan Nigériára és Indiára is fókuszálnak, és akkor egy kicsit rákérdezünk Indiára is, hogy ott milyen a helyzet. So if we are thinking about the international business building, many of us focus on Nigeria and India too, thanks to Laszlo Kocsó and his trainings. So can you tell us how do they build their business in India? And also, there are more and more Krone ambassadors from India. So what are their secrets? Okay. First thing, like Nigeria, India, they are really growing. The economy is really growing very fast. Okay. And when we talk exclusively about India, you have the mileage of the population. Okay, it's a huge population. That's why all the company across globe, they're looking forward to have a business in India or in China to have the mileage of the population. Okay, how to reach? This is a global business. You can use Facebook because in the COVID situation, how to reach people is a big question. You can reach through social media as of now. And like we know, we are gonna have a TSI to India trip, okay? So this could be one of the opportunity when you go, you stay a little longer, okay? You try to make some new people, and this could be multiplied with the time. So there are good opportunities, and with the globalization, everything is coming together. People are quite open to each other, and this virtual world is helping us very much. We now distance cannot apart people. One Zoom meeting and we are all here, so business is here. You can reach everyone and talk everyone, and whatever support you need, you can come to me. I can get all the leaders connected with the directors and the marketing managers over there. You want to visit India, okay, we can help you in that. You want to visit the Sunya farm of Dr. Lim, we can arrange things for that. So all possible support, because you are working for DXN, you are working for the globe. So anywhere where is DXN, we can help you, not only for India, not only for Nigeria, anywhere we have our branches, we will do whatever we can for people to go and grow their network. But I'm being quite mean, please focus on Europe. Yeah. Thank you. Tehát ugye azt mondta, hogy most Nigéria és India, ők valóban nagyon gyorsan növekednek most ebben az időben is. Ugye ennek az egyik indiai sikernek ugye az egyik oka az valóban az is, hogy nagyon-nagyon sokan élnek ott, és nagyon sok más network marketing cég is törekszik arra, hogy Indiában és Kínában is ott legyen a központjuk, hiszen valóban rengeteg ember van ott, és óriási lehetőség van benne. De ugye most azáltal, hogy történt ez a helyzet is, ugye, hogy nagyon sokan bezárultak, és sokkal jobban az online világ felé terelődött a dolog, és ez ugye akár India felé, meg máshova is, mindenhol ott van a lehetőségünk, hogy online érjünk el embereket. És ugye ez akár ugye lehet a közösségi médián keresztül is, de milyen egyszerű, hogy ugye itt a Zoom-on könnyen lehet az emberekkel kapcsolatba lépni, és információkat átadni nekik.
Tehát valóban egy globális üzletre nyílik nekünk is lehetőségünk a DXN-nel, és ugye nem csak Indiába. Azért azt is felvetette, hogy ha offline szeretnénk, akkor például ott van a TSI utazóknak, ugye ez volt az egyik kiírása, hogy meglátogatják Indiában az ottani DXN gyárat, és akkor ott is az is nagyon jó lehetőség, hogy ismerkedjenek emberekkel, és akár lehetnek új kapcsolataik is. De azt is elmondta, hogy mindenhol, ahol van már DXN iroda, akkor bárhol számíthatunk ott a segítségükre. Hogyha például el szeretnénk utazni Indiába, meg szeretnénk nézni a farmot, vagy bármilyen szükség, információkra van szükségünk, akár jó lenne a helyi igazgatóval kapcsolatba lépni, vagy a helyi vezetőkkel, akkor a DXN ebben nagyon szívesen segít nekünk, hogy összeköt velük bennünk, őket összeköti velünk. És ugye ez nem csak Indiára vonatkozik, hanem más országokra is, ahol ott van a DXN. És ugye ezáltal már, hogy így online tudjuk, így már tényleg nincsenek távolságok. Tehát bárhol ott van az a lehetőség, hogy építsük az üzleteket, de azt mondta, hogy hagyj legyen ő most egy kicsit önző, és hogy fókuszáljunk legnagyobb részt Európára. Akkor most tényleg, akkor térjünk is mi is egy kicsit ide-vissza, és szeretnénk tudni, hogy milyen új termékek várhatóak 2020-ban az európai piacon. So, okay, let's go back to Europe. And our question is, what kind of new products will be launched soon in Hungary and in Europe? Yeah, there are some series of products. First, we are targeting two products. One is the DXN Chocolate, and another is Andro G. Okay, and this is a little delay from our side. I have to apologize for that. Okay, but Andro G can come anytime. We were expecting this to come in the coming consignment, but due to some delay, it will be coming maybe in the August end. Okay, so maybe in September, we expect both this product to be available in the European market. So chocolate and Andro G, these two. And now we are trying to adapt a strategy that every 6 months, we should be able to complete the registration process and try to introduce a new product in the market, create excitement, do very good launching, and have some promotion on the new product. So these are the things we are planning to do. Igen, tehát most a következő két termék, ami már nagyon közel van és várható, az ugye a DXN csokoládé lesz, és a másik pedig az Andro G. Az Andro G-ért pedig már elnézést kéri, mert valóban már itt kellett volna lenni hónapokkal ezelőtt, csak sajnos ez a helyzet is lassította ezt a folyamatot, de ez már tényleg bármelyik pillanatban megtörténhet, és legnagyobb valószínűség szerint már augusztus végén, de leginkább szeptembertől már megvásárolható lesz az Andro G is. És akkor tudja ő is, hogy mennyire szeretjük a DXN termékeket, és ugye szeretnénk, hogy azért minél több lenne, és megismernénk őket. Tehát ez nagyon nagy fókuszpontja lesz most már a cégnek, hogy 6 havonta mindig legyen egy új termék. Természetesen ez nagyban múlik az engedélyezéseken is, hogy mikorra sikerül ezt megoldani, de akkor szeretne mindig ilyen nagyon klassz termékbevezetési kampányokat csinálni, nagyon jó információkkal, promóanyagokkal és promóciókkal együtt. És hogy nagyon klassz lenne, hogyha mindig így legalább 6 havonta egy-egy új terméket így be tudnánk vezetni a piacra. And... Ja, és a következő kérdésem, amit sokan ugye szeretnétek tudni, hogy várható-e valamilyen új szórnyóanyag vagy nyomtatott dokumentum. Do you have any plan to have newly printed documents that we can use? Like product leaflet or things like this? Actually, we have created one new position in Europe, okay? This is a coordinator of MSSD. We call it Market Service and Support Department, which is being led by Italian team. Okay, Ms. Ella Rosa is our new coordinator for MSSD. Okay, and her prime job would be to create this new marketing materials, working together with the top leaders of Europe. Okay. So first we are going to assess every market, what are the tools we already have, okay? And then we try to make it uniform,
Then we try to identify what are the things which are needed, because there are some tools. Once it is ready to sell, members say it's expensive. Okay, so there are some tools. We try to make it cheap. Then they say that, or they cannot read it properly. Okay, so sometimes people want only in one page and they want more information. So they are very controversial kind of demand. So what happened is management tried to give, but market is not satisfied. So for us it is like, we spend time, money and effort, and we don't get that very good response. So now what we are trying to do, we are going to assess everything which we have, and then we discuss with the top leaders, and we are going to have uniform marketing materials across Europe, and which should be developed in little contemporary style, something which is more appealing, something which can attract people and give more information. Okay, so of course, and for this sole reason, we have created a new position in the management. So this position is centrally going to monitor all this, working together with all the country managers, all the marketing managers, and all the top leaders. Tehát létrehoztak most Európában egy új pozíciót a menedzsmentben, aki ezzel a területtel fog foglalkozni, és ugye aki az olasz irodában is dolgozik, az Eleróza, ő fogja ezt az egészet így vezényelni, de ugye nem csak ő, hanem ennek részese lesz mindegyik country manager, a marketing menedzserek is, és a top vezetők minden európai országból. Ugyanis azért van egy pár szóróanyag, ugye sok országban is, vagy hát ugye elkészültek, és ugye kinyomtatták, csak hát sok nem egészen megfelelő. Mert hát vagy azt mondják, hogy vagy túl drága, vagy nem elég hatékony, vagy nem jól olvasható. Ezért azt gondolták, hogy átmonitorozzák, hogy most már milyen szóróanyagok vannak, mi az, amire még szükségünk vannak, mik a piaci elvárások, hogyan lehet ezeket jól egységesíteni, így a kinézetben, és akkor reméljük, hogy sikerül akkor olyan anyagokat létrehozni, amit a piac is jól tud használni, és akkor ugye mindenki beleteszi a munkáját, a javaslatait, és hogy igényes, jól használható anyagok lesznek ezekben. Akkor azt is megkérdezem, hogy várható-e bármilyen új promóció. So, will there be any new promotion in Europe and in Hungary? So, if you have any plan or concrete idea? I think we have tons of promotions now coming. We have the redemption promo. We have the cosmetic promo. We have now $1 one child promo. Okay. And in future also. When will we start it in Hungary, the one children? $1 one child. Yeah. Okay. This one also is going to be the package is going to be announced very soon. Okay, because the package was not developed, so it has already been approved, and we are going to generate the banners. And so what I'm saying is there are many things. You know, now you have redemption promo in Hungary, right? Yes. You have cosmetic promo also. You have $1 one child also. And now in future also we are going to have more promos, but it is going to be more on focusing on activities, okay? Not just giving the discount, okay? Like participating in the leadership camp, participating in the workshop on based on the qualification, okay? So we are working on it, maybe the farm visit, okay? Maybe, you know, the new project which DXN is launching. Okay, so you go and you stay in the various properties, and there are many amazing things which we are going to introduce one by one to the market. So of course we are going to have, but we will be changing our approach because we realize just giving discounts and this does not really fetch us the good result. Okay, so we need to create some excitement. Tehát elmondom, hogy mostanában is voltak ugye ilyen jó kis promóciók, tehát a 100% visszatérítés, ugye akkor a kozmetikaiaknál is, hogy az 1+1 akció, hogy egyet fizet, kettőt kap,
És ugye hamarosan most már ugye bejelentik, meg működni fog itt Európában is, ugye ez az $1 egy gyermek támogatás, ugye amiről Dr. Lim is beszélt már az interjúban. Tehát, hogy ezek is, ugye volt több promóció is, de rájöttek arra, hogy nem elég csak kedvezményeket adni, hanem sokkal inkább támogatni kell az aktivitást is. Úgyhogy lesznek akár ugye ilyen rendezvények, ugye arról is beszéltünk már vezetőin, hogy az európai vezetőképző táborba például kvalifikálással lehet eljutni, és ugye annak lesznek feltételei, és aki azt teljesíti, az ingyen részt vehet rajta. De ugyanígy terveznek majd akár, hogy a farmra el lehessen jutni, tehát akik aktivitást váltanak, meg tevékenykednek, ugye őket fogják ezek a promóciók még jobban ösztönözni arra, hogy tegyenek ezekért. Úgyhogy nagyon sok jó tervük van egyébként, és akkor ezeket majd, amikor aktuális lesz, meg időszerű, akkor mindent bejelentenek. De nagyon szeretnék a szorgalmas, aktív embereket utalmazni ezekkel a promóciókkal is. Tehát, hogy nem csak kedvezményeket adni. És akkor most megkérdezem azt is, hogy milyen változások várhatóak Magyarországon ebben az évben. So, tell us, what changes can we expect in Hungary this year? Changes? What kind of changes? Okay, not only in Hungary. Okay, we are working out overall Europe. Okay, overall Europe. So we are going to have new marketing coordinator. Okay, we are going to have MSSD coordinator. Okay, and we try to have a new approach where leaders, stockists, management, we call it 3-in-1. So all can work together with a respectful manner, okay? And no one try to suppress each other. We respect each other. And we just, all of us, we work together to see what best is needed to be done in the market. We want result. So the whole idea why I'm here, why Dr. Lim has asked me to come here, why Mr. Theo has bring me here is to try to identify the situation which can be developed and where everyone can work in a harmonious manner. So if you want prosperity, the very first requirement for prosperity is peace, okay? So you can never have prosperity if we keep on crawling, having disputes and have difference in all the things which we want to do. There could be difference in approach, but the way I see now, we all have to be focused on what we want. And I can see with the leadership of Mr. Laszlo, Mr. Zerna, now Ms. Judith, all our five leaders, Mr. Busi, okay, Mr. Sped, all of you, coming really very good. And I have no doubt we are going to do good things. And very soon you are going to have new country manager also for Hungary. So hopefully things will change and we may need to exercise a little patience. Okay, and believe that, this is very much required. We believe that we will be successful. So things are going to be better for sure. Hát azt mondta, hogy nem csak ugye Magyarországra vannak terveik, hanem ugye egész Európába szeretnének új marketing koordinátort, és még egy ilyen másik pozíciót is említett, tehát hogy olyan szakembereket szeretnének azért állítani, akik majd segítik a munkánkat. És ugye azt szeretnék, hogy mindenki együtt dolgozna, tehát a menedzsment, az irodák, és hogy a top vezetők is, hogy mindent megbeszélnek, és közösen együtt, harmóniában tudjanak együtt dolgozni, mert így tudnak majd igazi eredmények jönni. És ugye hát azért is küldték ide, hogy ő ugye megvizsgálja a jelenlegi helyzetet, és az, hogy mire van szükség, mit kell fejleszteni, és hogy mit tudnak még jobban csinálni. És azt is tudja, hogy a munkákhoz majd nyugodt körülmények kellenek, ahhoz mindenhez biztosítva van. Úgyhogy ő ezen szeretne tevékenykedni. És még azt is mondta, hogy Magyarországon új country manager lesz hamarosan. Keresik a megfelelő szemét erre. Úgyhogy azt kérte, hogy természetesen most még nem áll minden ebben a
nagyon jó szituációban, de ugye minden oldalról egyrészt a top vezetőket is felsorolta, akikkel szeretne rendesen együttműködni. Ugye azt én teszem hozzá, hogy valóban nagyon jó, hogyha eljuttatjátok a kérdéseiketeket, az észrevételeiteket hozzájuk, hiszen ő rendszeresen fog kapcsolatot tartani majd velük, és akkor így közösen el tudják mondani, hogy mi az igényeitek, és hogy milyen irányba kell elmenni, és mit kellene jól fejleszteni. Természetesen nagyon számít a Krón ambasszadorunkra, Kocsó László együttműködésére is, és hogy abban bízik, hogy akkor így együtt, közösen, majd mind tudunk nagyon sikeresen együtt dolgozni. És akkor végül azt kérem, hogy akkor még osszon meg, ja nem, még megkérdezek még két dolgot, az, hogy lesz-e magyar szeminárium, és hogy ott lesz-e a Tatai családi napon. So do you know anything that we will have a Hungarian seminar this year? Of course. Okay, actually, I wanted to come Hungary, see all of you, be together, but fortunately, I'm only able to make webinar meetings with my top five leaders of Hungary, but I could not meet all of them. We are looking forward to have workshop. We are looking forward to have seminars. We are looking forward to have leadership camp. Okay, and we have just started now. Because based on our action plan, we call it interactive marketing. So every quarter we should have a workshop. Every 6 months we should have the leadership camp. So very soon we are going to work it out. 15th of August we started in Slovakia. We are going to have our first workshop. Our Crown Ambassador Mr. Laszlo is going to be there. We are going to have also Dr. Laszlo Sinege. Okay, so this we have already started, and then we try to duplicate the same in different parts of Europe and Hungary. We are all ready. If all of you are excited, I'll be very happy to do more and more planning. So you give me energy with your excitement, and no worries for organizing workshops, seminars, leadership camp. Everything. So your energy, your excitement is the fuel for management to do more and more. Tehát igen, nagyon sok tervük van arra, hogy milyen rendezvények lesznek. Ugye ő nagyon szeretne rendszeresen workshopokat is. Nekünk ezt egyébként nagyon szépen bemutatta a vezetőin, hogy mi az, ami havonta, negyed évente, fél évente is ismétlő. Tehát egy nagyon fantasztikus ilyen összerakott egy ilyen eseménytáblázatot. Csak hát nyilván történt ez a szituáció, úgyhogy most egyelőre nem tudtunk annyira ezekben gondolkodni, de nyilván ugye reméljük, hogy ez a helyzet azért javul, olyan szinten, hogy tudunk találkozni egymással, és lehet rendezvényeket is tartani, illetve ő nagyon kíváncsi arra is, hogy mire lenne igény, hogy mi magunk is ugye ott van-e bennünk ez a lelkesedés, és hogy tényleg szeretnénk-e mi is ilyeneket csinálni. Például Szlovákiában most fognak csinálni egy workshopot, hogy ott lesz Kocsó László is, és dr. Sinege László is, és akkor tartanak majd egy ilyen workshopot, és akkor ugye ezt a tapasztalatot, ezt át tudják ültetni ide is, hogy először ugye letesztelik egy országba, hogy hogy működik, milyen nyitottak rá a tagok, és hogy ezt utána más országokba is be lehet vezetni, illetve ugye a mi részünkről is, hogyha megmondjuk, hogy mit szeretnénk találkozni, milyen rendezvényekre lenne igény, akkor itt bátran lehet rendezni ezeket is, hogyha természetesen a helyzet az megengedi, de reméljük, hogy ez így lesz. És megkérdezem, hogy jön-e a családi napra. Will you come to Tata, to our Dixon Family Day in August? Of course, all of you are my family, so how can I leave my family? Of course I will come. I just had some concern. Now Hungary has a traffic of red and green. So this COVID situation, as long as border allows me to come, I will come. I want to see you all. I want to feel you all, okay? And I want to have a good bonding with all of you. And all of you should feel free, express what you want. And of course, we are taking some time, okay, to give you long-awaited solutions. But I just request you all to remember the bamboo theory. Okay, when you plant a bamboo tree, very fast you will have some ferns outside, but then you see
the bamboo is not growing. So it's not like bamboo is not growing. Bamboo grows beneath the land. So once it has a very good ground, okay, very good root, then it comes very fast above the land. So this is what exactly now we are also doing. We are trying to create a foundation where your issues, your marketing things can be addressed really fast. Your solution can be given really fast. You should have a proper infrastructure for that. There should be a proper mechanism to resolve the issues, to plan the activities, to do as much as you want. So you should be tired of activities actually. So we are trying to work it out that way. And hopefully everything will be fine in coming months. Okay. Tehát a családi napra azt mondom, hogy persze, ti vagytok a családom. Jó, hogy ott akarok lenni a családi napon veletek. Tehát ugye addig, amíg ugye a határok nem záródnak, mert ugye mindig mondjuk, hogy melyik ország az, amelyik piros, sárga, zöld, hogy lehet jönni, de addig, amíg ez megfelelő lesz Szlovákiában, ő mindenféleképpen ott szeretne lenni velünk és találkozni velünk. Úgyhogy akkor reméljük, hogy így is lesz, úgyhogy gyertek ti is a családi napra, hogy tudjatok vele találkozni, meg akkor így tényleg lehet valamit beszélgetni, meg mindenfélét, ugye egy kis konzultációra is csak lesz idő, hogy személyesen is akár megkérdezzétek. És akkor aztán ő is elmondta, hogy tudja jó, hogy nagyon sok régóta várt megoldás van, amit már nagyon régóta várunk, és annyira jeleztünk. De azért mondta, hogy kéri még egy kicsit a türelmünket, vagy ne gondoljuk azt, hogy esetleg itt nem mennek a háttérbe, vagy a mélyben a dolgok. És akkor így hozta hasonlatként a bambuszfát is, hogy az is olyan, hogy nem nő olyan gyorsan, viszont lent a gyökerei, ugye ott folyamatosan nőnek, megerősödnek, és egyszer csak nagy növekedésnek indul. És azt is mondta, hogy itt most nagyon jól le kell fektetni az új alapokat, van dolgok, amiket meg kell csinálni, de utána, hogyha ezek a dolgok rendben lesznek, meg lesznek az irányelvek, a szabályok, a közös munka, és hogy néhány dejeget helyre teszünk, akkor ott lesz a lehetőség a nagy növekedésre. Úgyhogy majd ebben kéri az együttműködésünket. So thank you very much, but and only at the end, finally, if you want to share something more with us, some thoughts for the Hungarian DXM members, then you can tell us now. Okay, so first of all, thank you very much, Ms. Judith, and thank you very much to all of you for giving me this opportunity. I can see my crown diamond couple also there, Mr. Zerna and Ms. Tunde is there, okay. And many of you are there. I may not see all the cameras at the same time. Okay, and I'm also very grateful to our Crown Ambassador couple, Mr. Laszlo and Ms. Aniko Kocho. Okay, the kind of confidence, the top leadership, because Hungary is like a mother of DX in Europe. Everything is started from Hungary. So all you leaders has really played very instrumental role in the growth of DX in Europe. And we are going to do lot many things. And COVID is not going to stop us. No situation is going to stop us. Okay, so basically I'm here in Europe as a plumber job. I need to fix all those things which is not working. And I just need your love and support, your guidance. And when sometimes things does not work really fast, your forgiveness also. But what is very important is you should have trust on your plumber. Okay, this plumber will try the best. We have done this before. And with the leadership of Dr. Lim, with the leadership of Mr. Theo, okay, we have done this kind of re-engineering in many markets. And we are going to do this again in Europe. So everything is going to be fine. And all of you, please come to your family day. Okay, forget everything. There is nothing to remember wrong things, happened in the past. I just remember, there is some quote I have read somewhere that if you are worried, you are in the past. If you are anxious, you are in future. So if you are in present, you are calm. Okay. So don't worry about what has happened, something not really exciting for you in the past. We can fix the present and we can plan for a good future. So
So you have fantastic leadership. You have your top five leaders, six leaders working day and night, all the time. They highlight everything. And actually, I cannot give lots of attention to them all the time because of so many things needs to be done. But situation is going to be better and it is continuously improving. So believe me, and this 2021 is going to be rocking. 2020, we do all adjustment. So, you know, when you want to deliver a beautiful baby, so 9 months is painful, okay? So this 9 months, we are having this this painful transition period, but everything is gonna be great. Everything is going to be fine. And all of you will be healthy, wealthy, and calm. So eat DXN product, do DXN business, and when you are too stressed, practice Sunya. Yeah, so that's all. Thank you very much, Ms. Judith, and God bless you all. Thank you very much. Okay, I will translate. Yeah. Okay. Tehát nagyon szépen köszöni ugye a meghívást is, azt is, hogy mindenkinek, aki itt volt élőben és részt vett ezen, különösen nagyon örült a Crown Diamond célnaházaspárnak is. És ugye Magyarország nagyon fontos a DXN-nek, hiszen itt kezdődött el az egész Európában. És úgy is hívtam, mint hogy DXN Európa édesanyja Magyarország. És sem ez a COVID-helyzet, sem pedig semmi más nem állíthat abban, hogy itt végre igazi fejlődés és áttörés legyen. Úgyhogy most ez nagyon fontos, hogy a nem működő dolgokat ugye végre helyrehozzák, a helyére tegyék, és ebben nagyon számít abban a mi támogatásunkra, az iránymutatásunkra és a megértésünkre is, mert tudja, hogy ez nem megy olyan nagyon gyorsan, mint ahogy sokan várnák. De épp azt mondja, hogy ugyanúgy várja tőlünk a bizalmat is, hiszen valójában lépésről lépésre azért haladnak a folyamatok. És hogy ugye ez sok országban volt már ilyen sok területen, amikor szükség volt arra, hogy egy kicsit újra struktúrálják az egészet, új energiát vigyenek bele, és egy kicsit újra rendszerezzék. De azért bízunk a tapasztalataiban, a doktor Rimnek, a Mr. Teónak és őnek is, hogy már sok ilyet megéltek, és hogy Európában is nagy céljaik lesznek, és itt is sikerül majd elérni újra ezt az áttörést. Nagyon vár bennünket, és ajánlja, hogy legyünk ott minél többen a családi napon, hiszen annyira jó együtt lenni. És azt is mondta, hogy ha túl aggódjuk a dolgokat, akkor, hogyha a múltban élünk, hogyha csak a jövőre fókuszálunk, akkor pedig lehet, hogy szorongunk. De ezért jó néha a jelenben élni, és érezni ezt a nyugalmat. Hogy néha a jelenben éljünk, mert azzal is tudunk, meg akkor tudunk tenni a dolgokért. És hát ugye elmondta ismét, hogy a több magyarországi topot vezetővel ő azért rendszeresen sokat kommunikálni, nagyon sok visszajelzést adnak neki. Sajnos azért nem tudunk olyan sokszor beszélgetni, illetve nem tud mindent azonnal megoldani, mert nagyon sok teendője van, de folyamatosan tesz lépéseket, és hogy igenis foglalkozunk ezekkel a dolgokkal, ugye, amit többen is javasoltatok, kérdeztetek, írtatok a csoportokban. Tehát ez a 2020, ez valóban még egy olyan, amikor még nagyon sokat kell tennünk, sok mindent rendbehozni, egy kicsit összehasonlított egy baba születésével, hogy ez is olyan, ez a 9 hónap, hogy most nagyon sok mindent így meg kell tennünk, ami még úgy nem látszódik, de ő azt gondolja, hogy 2021-ben az egy nagyon nagy, akkor már igazán nagy dolgokat tudunk majd megmutatni. Úgyhogy azt kéri, hogy legyünk felé bizalommal, és hogy bízunk abban, hogy itt mindannyiunk számánkra, ugye itt van az egészség, itt van, meg tudja adni nekünk a DXN a gazdagságot, és meg tudja adni majd a lelki békét is. Úgyhogy ha valaki úgy érzi, hogy most túl sok stressz van, akkor az gyakorolja minél jobban a szunyát is. Úgyhogy ez volt neki végül a végső, úgyhogy nagyon szépen köszöni minden. Akkor azt hiszem, hogy elengedhetjük, ugye? Igen, igen. Köszönöm meg, légy szíves a nevünkben, hogy eljött, és hogy a rendelkezésünkre állt, és nagyon hálásak vagyunk neki. The organizers, Bojtos Zoltán and Bontos Felcsilla say also thank you, and they are really happy and appreciate that you come here and share all these great thoughts with us. So we are very grateful and thank you very much, and we are looking forward to working together with you. Sure, sure. Nagyon sok sikert neki a DXN-ben. We meet on a family day. Yeah.
Yeah. Then the border is open. Hopefully border will be open. Okay, take care. Bye-bye. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. See you on Monday.